mintha véget nem érő mozdulatlanságba dermedne a téli puszta. Mintha a változatlanság lenne örök benne s rajta. A lomha szürke marhák, a havat kergető, a vizeket faggyal csipkéző szelek, a hóesést rezzenetlenül tűrő fekete bivajok csak erősítik az emberben az időtlenség érzését itt a kiskunságban, apa és dömsöt határában. Pedig érzékcsalódás ez. Az ember időről időre felforgatja ezt a világot. Először a 19.-20. század fordulóján csapolták le a Duna vonalát követő, ezen a helyen 40-50 kilométer széles öntésterületet. A szabályozások nyomán szinte teljesen eltűnt az addigi, sok évezredes vadvízvilág, majd lassanként visszaszorult az áradásos részek körül kialakult, legeltetéses rideg marhatartás és a juhászat is. Voltak próbálkozások a gyepgazdálkodásra, majd pedig a csatornaépítéseket követően az öntözéses rizstermelésre. Sőt, halastavak is épültek. De valahogy mindenről az derült ki, hogy nem termel elég pénzt, és ezért nem éri meg a beleölt munkát. Az 1990-es évek első felében azonban azt gondolta egy dömsödi gazda, történetesen Szomor Dezső és vállalkozótársa Mészáros Pál, hogy talán lehetne ezt másként is csinálni. Úgy kellene összehangolni egymással a táj sajátosságaihoz alkalmazkodó gazdálkodási formákat, hogy annak a természetvédelem mindenek előtt a madarak is nyertesei legyenek. A kiinduló pont ehhez a magyar alföldi szürkemarha lett. A szürkemarhát a kihaló félben lévő primitív vagy őshonos fajták között zárójelben említette a 80-as évek végének mezőgazdasági lexikonja. Pedig ez időtájt az európai hírű Bodó Imre professzor vezetésével néhányan már szervezték az összefogást. Szinte az utolsó pillanatban gyűjtötték össze az állatokat és szakmai egyeztetésekbe kezdtek. 1982-től éves gazdatalálkozókat szerveztek, majd 1991-ben megalapították a Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesületét. Az egyesület alapítói között volt a dömsödi Szomor Dezső is. Ha az országban bárhol tudomására jutott egy borjú, igyekezett megvásárolni, sőt, vágóhidakról mentett meg teheneket. Ezeket aztán saját költségén, együttműködve a kiskunsági, valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park vezetőivel és munkatársaival, az ottani területek kezelésére állítatta be. Mindez összhangban volt Bodó professzornak azzal a megállapításával, hogy a magyar szürke természetvédelmi szerepe talán annál is fontosabb, mint amennyi húst termel. Csak hogy a marhának legelő, a jó legelőhöz pedig víz kell. Azonban a Duna 19. századi mederbeszorításával, a kiöntések megakadályozásával, no meg az egyre szárazabb időjárás miatt éppen vízből lett itt a legkevesebb. A látszólag asztalsimaságú területet jól ismerők azonban tudták, hogy vannak a pusztán olyan természetes mélyedések, amelyekből némi beavatkozással halastavakat lehet kialakítani. A gondolatsor következő része az volt, hogy a halastavakból szivárgó vízzel, még inkább a tavak környékének szabályozott elárasztásával olyan területeket lehet létrehozni, ahol madarak ezrei költhetnek, és tízezrei találhatnak pihenőhelyet a vonulásuk során. Egyúttal a víz dúsítja a környező legelők növényzetét, ami jótékonyan hat a rideg marhatartásra. Ráadásul a valamivel jobb minőségű földeken megtermelhető annyi takarmány, amennyi a legzordabb téli napokon is lehetővé teszi az állatok etetését. Mindenek előtt a szürke marhákét, a bivajokét, meg a mangalica sertésekét. Utóbbiak húsára eleinte inkább külföldön volt kereslet.
Egy ideje viszont a marha és bivajhúst, s immár a mangalicát is a gazdaság saját üzemében dolgozza fel hazai fogyasztásra, illetve külföldi megrendelésre. Mindezek mellett az ökogazdaság létrehozói arra is gondoltak, hogy a majdani tavakhoz tartozó nádasok kitűnő életfeltételeket jelenthetnek a fészkelő vagy az éppen átvonuló madaraknak. Ha meg a sás nagyon elburjánzana valahol, oda kell hajtani egy bivajcsordát. Jobban, s főleg a természet károsítása nélkül intézi el a dolgot, mint akárhány ember vagy gép. Mindez együtt lett a szomor ökogazdaság megalakításának fejlesztésének alapeszméje. Az 1990-es évek eleje óta e koncepció jegyében folyik itt nap mint nap a munka. A néhány ezer hektárnyi pusztaságon úgy zajlik gazdasági értelemben vett értéktermelés, hogy annak a természeti környezet is nyertese. Immár két évtizedes tapasztalattömeg hasznosul akkor, amikor a jó részt az állam tulajdonában lévő területeken, a Nemzeti Park szakembereivel folyamatosan egyeztetve, a megannyi madár és védett növény igényeit a gazdálkodás követelményeivel hangolják össze. Sokak kétkedését, tamáskodását követően idővel egyre többen ismerték el az eredményeket. Ezek alapján Szomor Dezsőt Pronatura díjjal tüntették ki. Az ország természeti értékeit védő, gazdagító, nemzetközi összefüggésben is figyelemre méltó erőfeszítések nyomán a kormányzati szervek igazolva látták, hogy ezen a területen ezt a gazdálkodási formát érdemes támogatni. Ahogyan a tél után birtokba veszi a pusztát, a friss legelő illatától megittasodott gulya, úgy hozta el a tavaszt, vagyis a megújulás ígéretét erre a tájra az ökogazdaság. A természetvédelem és a vállalkozás szempontjai olyan szerves egységet alkotnak itt, amelynek módszereit a hasonló adottságú más tájakon is terjeszteni kellene. Tavasszal idesereglő, majd itt költő madárcsapatok minden szónál hívebben bizonyítják ezeknek az állításoknak a hitelességét. Ha április elején kiáll valaki a halastavak gátjára, különösebb magyarázat nélkül is megérti, hogy két évtized alatt milyen mással nem helyettesíthető világot hoztak vissza ide, az úgymond kietlen pusztába, a természet védelme mellett elkötelezett emberek. Kisebb csapatokban kavarognak a sekély vizek felett a récék. Lomhavadlibák emelkednek fel a földről, hogy aztán valamivel odébb ereszkedjenek le. Lassú szárnycsapásokkal lebeg át a táj felett egy pompás kócsag. Hófehér tollazatára fekete gólyák irigykednek. Amott a szürke gulya itatóhelyénél vörös vércsék szelik át a levegőt. Alattuk ősz csapat suhan át a mezőn, faképnél hagyva a tavaszi izgalomtól csak később ocsúdó nyulakat. A lég tele van cserregő, füttyögő, károgó madárhangokkal, ludak gágogásával. A hosszú tél után lassan kizöldülő legelőkön ritka vadvirágok törnek felszínre, s bontogatják szirmaikat. A szél még csípősen fúj, de a jószág már váltja a téli szőrzetét.
zsibong a tavak népe is. Nyári ludak, kócsagok, gémek, parti madarak gázolnak a leeresztett halastavak tocsogós medrében. Az itt fészkelők a nádasokat méregetik, helyet keresnek a hamarosan sorra kerülő költéshez. A helybeliek mellett országos, sőt nemzetközi hírű szakértők éveken, évtizedeken keresztül dolgoztak azért, hogy létrejöjjön ez a madárparadicsom. Ám ahhoz, hogy kialakuljon, több kellett a madártamban, az ornitológiában való jártasságnál, a természet egyszerű szereteténél. Az értő természetvédő elszántságot, a haszonállatuk tulajdonságainak, igényeinek beható ismeretére alapozott tudással kellett párosítani, és a két tudáskört összekapcsolni. A szürke marhatartás feltételeinek megteremtésében például a már említett Bodó Imre professzor működött közre. A gazdaság szakértő támogatói között tiszteli a korábbi minisztériumi főosztályvezető dr. Vajna Tamásnét, a Magyar Bivajtenyésztők Egyesületének elnökségi tagját is. Másokkal együtt olyan elméleti tudást hoztak ide, ami a helybeliek aprólékos megfigyeléseivel, a mindennapos gyakorlat tapasztalataival kiegészítve egyfajta hungarikumot teremtett a kiskunsági pusztaságnak ezen, a mindent egybevetve csaknem 5000 hektárnyi területén. Mondhatná erre valaki, nagy dolog, csak ki kell csapni a marhákat a legelőre, csak hagyni kell, hogy a bivajok azt tegyék, amit életösztönük diktál. Valójában a feladat állategészségügyi, téli takarmányozási, szaporítási, húsfeldolgozási és értékesítési nehézségei még egy átlagos gazdaságot is próbára tesznek. Itt azonban minden mezőgazdálkodási és állattartási tevékenységet a vadon élő állatok, a védett madarak szempontjainak figyelembevételével kell végezni. Például a legelőtt csak azt követően lehet kaszálni, ha már kirepültek a fészkekből az újabb nemzedékek. A munkagépeket vadriasztó láncokkal kell ellátni. A különféle műveleteket, főleg a kaszálást és az aratást a tábla belsejéből kifelé haladva kell végezni, nehogy középre szoruljanak, a gépek áldozataivá váljanak a megriadt állatok. A területet eleve mozaikszerűen, vagyis olyan módon kell hasznosítani, hogy a legelők, a kaszálók, a vizes részek, a különféle kultúrák egyenletes eloszlásban foltszerűen váltakozzanak egymással. Ez teszi lehetővé, hogy az ide szokott fajok minden időszakban megtalálják a nekik éppen szükséges életteret. A repcét például nem csak takarmány adalékként termesztik az ökogazdaságban, hanem azért is, mert a táblák a túzokok kedvenc táplálkozási helyei. Jó részt az áttelelésüket is ez a növény teszi lehetővé. Különösen a tavaszi párzáskor, a dürgéskor lenyűgöző az akár egy méter magas, 20 kilós kakasok násztánca. Valamennyi fehér színű tollukat testük felszínére forgatják, hogy a náluk kisebb tyúkokat meghódítsák. E nagy testű madárból mindössze 1500-1600 példány él Magyarországon. Az apaiak erőfeszítéseinek nem kis része van abban, hogy a korábbi csökkenés után lassan növekszik, s mára Európa egyik legnépesebbje lett a hazai állomány. Jelentős részük éppen ezeken a pusztákon, legelőkön, szántókon kóborol. A túzok a legkisebb változásra is érzékeny. Ha megzavarják, azonnal továbbáll. Ahhoz, hogy egy helyen életképes populáció telepedjék meg, tagolt élőhelyet kell létrehozni. Úgy, ahogyan ezt a szomorgazdaságban teszik. Az alacsony fűvű gyepekkel a dürgéshez, illetve a rovarokkal, a kisemlősökkel való táplálkozáshoz teremtik meg a feltételeket. A legelőkhöz mozaikszerűen kapcsolódó repcetáblákkal pedig megalapozzák-e madarak áttelelését. Gondos tanulmányozásuk, az igényeiket figyelembe vevő vetésszerkezet és gyepgazdálkodás
Továbbá a kaszálás, a betakarítás időpontjának a madár szokásaihoz való igazítása következtében szívesen fészkelnek a túzokok ezeken a nyílt térségeken. A dürgés, a kotlás, a csibenevelés időszakában megtalálják a nekik szükséges védett helyeket. Addig bizonyosan, amíg ez a gazdaság fennáll. A gazdaságban a halászati ágazatot is természetbarát szempontok alapján alakították ki. A mostani csatorna és tórendszer láttán nehéz elképzelni, hogy fél évszázada kimondatott, a gyenge, a víz megtartására alkalmatlan talajviszonyok miatt itt nem lehet tógazdaságot működtetni. A 90-es évek közepén azonban Szomor Dezső olyan halászati szakemberrel szövetkezett, mint Tölg István. A Csikótelepnek nevezett puszta részen összesen 45 hektárnyi halastavat hoztak létre. Az erőfeszítés sikerrel járt, és az eredményekre alapozva újabb vízrekonstrukciós tervet készítettek. 10 év alatt 12 további medencéből álló tórendszer épült ki Kabai Sándor igazgató és a vízügy más szakembereinek támogatásával. Így jöttek létre a halgazdaság alapjai a régebben erre alkalmatlannak tartott pusztában. Az előkészületekhez tartozott, hogy egy addig nem éppen halászati ágazatáról nevezetes ország tudósaként világhírűvé lett magyar hidrobiológust, Vojnarovics Eleket is megnyerték törekvéseikhez. Közreműködésével meghatározták a szóba jöhető halfajokat, a halászati módszereket, a tó- és halgazdálkodás megannyi apró fogását, a szaporítástól, a takarmányozáson, a lehalászáson, a raktározáson át a trágyázásig. Vojnarovics professzor tanítványai és helyi követői ezen a pusztán is bebizonyították, hogy milyen jelentős eredményeket lehet elérni, ha a tudás elszántsággal párosul. Közben mindig figyeltek arra, hogy mindez összhangban legyen a védett madarak igényeivel. Mi több, a biológus Felföldi Lajossal azt is felmérették és tanulmányba foglaltatták, milyen hatással lesz a környezetre, a növény- és állatvilágra, ha a régi és az újabb tavak között egy árasztásos, főleg a parti madaraknak kedvező területet alakítanak ki. Hosszú évek munkájaként minden előzetes várakozás és számítás beigazolódott. A halászati ágazat úgy hoz szerény nyereséget, hogy a terület ma már több ezer ritka madár költőhelye, s a tavak pihenőként szolgálnak több tízezernyi vonulónak. Fontos szerepet töltenek be az emberi tevékenység miatt visszaszoruló fajok megtartásában. A csatornák, a tavak nádasai, fészkek ezreinek adnak helyet a költési idényben. A kisebb testű madarak mellett a barna réti héják szintén költenek itt. Nevükkel ellentétben fészküket nádasokban, nádszálakból és gyékényből építik. A nádvilágban idővel megtelepedtek a kanalas gémek, továbbá a vörös és a szürke gémek, no meg a múlt század közepéig az ember által a dísztollaiért féktelenül vadászott kócsagok. A mocsarak lecsapolásának, a folyók 19. századi szabályozásának következtében e fajok állománya az egykorinak töredékére csökkent. Viszont a legtöbb európai országgal ellentétben újabban egyre több gémpár fészkel nálunk. Ebben nagy szerepe van ennek a kiskunsági gazdaságnak. Hosszú évek erőfeszítései nyomán 2014-re nagy kiterjedésű vegyes kolóniák alakultak ki az itteni halastavak tudatosan meghagyott nádszigetein. Először, olykor már február végén, a kanalas gémek érkeznek meg a telelőhelyekről. Március közepére, végére a fészküket is megépítik. Őket a kócsagok követik. Gyakran előző évi fészküket tatarozzák ki, s március közepétől április végéig két naponként abba rakják tojásaikat. A reket hangú vörös gémek zárják a sort.
ráérősen jönnek, hiszen ők több éves avas nád alapra, a szálakat félbetördelve, a víz felszínétől akár másfél méter magasan alakítják ki költőhelyüket. Fennmaradásukat azonban könnyen veszélybe sodorhatja bármilyen meggondolatlan intézkedés. Ezért olyan jelentős a gazdaságnak a kedvező életfeltételek kialakítására szolgáló, a következő évtizedeket is megalapozó erőfeszítése. A nádasokat uraló madarak telepeitől kissé távolabb, a nyílt vizen, nyári ludak különféle récék úsznak. Olykor ritkaságok is feltűnnek közöttük. Íme erre tévedt egy pelikán a Duna-deltából. De nyilván nem bánta meg, hogy szemügyre vehette ezt az igazi élőhelyétől távolabbi világot. A bütykös ásó lud viszont nem csupán vendégeskedni jött a kiskunságba. 2014-ben ő már tanyát is verte tavakon. Fiókáival tanúsítja, hogy jól érzi magát, megtalálta helyét ebben a környezetben. Valahogy úgy, ahogyan a jégmadár lelt otthonra a háborítatlanságban. Víz fölé hajló ágakról, nádszálakról, esetleg a tó fölött lebegve lesi, mikor bukkan fel alant egy halivadék, hogy elkapván őt éhét csillapítsa vele. Ahány faj, annyi módszer a madárvédelemben. Aki itt gazdálkodik, ezek fortéjait is ismernie kell. Például, hogy a települések határában megfogyatkozott fák, fasorok, erdőfoltok miatt kevés a varjak által elhagyott fészek, ahol a vörösvércse költhetne. Ezért a gazdaságban a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tagjainak közreműködésével költőládákat helyeznek ki. Ezekben a vércsék és az erdei füles baglyok biztonságosan költhetnek. Hova tovább úgynevezett kezelésfüggő fajjá válik a kék vércse is, mert mostanság sokan esnek neki egy-egy akácerdőnek. Azonban itt Kisapajon zavartalanul költhetnek a kék vércsék a varjak korábbi fészkeiben. Ugyanitt a kis őrgébics szintén háborítatlanul etetheti fiókáit. A vegyszerektől megkímélt környezetben bőven talál táplálékot. A füves élőhelyek, a legeltetett, kaszált területek kedveznek a viszonylag nagy testű szalakótának. Magyarországon összesen 1000 párra tehető a számuk. Létfeltételeik szűnnek meg a külterjes állattenyésztés visszaszorulásával, a gyepterületek a költésre alkalmas természetes faudúk csökkenésével. Nem véletlen, hogy megtelepedtek a szomorgazdaság területén. Hozzájuk hasonlóan jól érzik itt magukat a fák magas ágairól messze tekintő egerész övek is. A védett táj, a természetet kímélő gazdálkodás ide vonzza a hazai madárvilág talán legszínpompásabb madarait. A gyurgyalagok a homokfalba vízszintesen vájt másfél-két méteres költőüregekben nevelik utódaikat. Miközben sürögnek, forognak, a napfényében gyémántként tündököl a tollazatuk. A kiskunságban mindenkit próbára tesznek a természeti adottságok, azonban az ökogazdaságban olyan ágazatokat, olyan módszereket választottak, amelyekkel sikerült ellensúlyozni a mostoha körülményeket. Ráadásul mindezt a gazdálkodás és a természetvédelem szempontjainak összehangolásával érték el. Az első két évtizedben bebizonyosodott, hogy a különféle haszonállatok, a számtalan vadon élő faj, illetve az emberi tevékenység között megteremthető az egyensúly. Akik itt dolgoznak, a jövőben is számítanak a szűkebb és a tágabb környezet támogatására, segítő közreműködésére.
úgy tartják, közös felelősségünk, hogy fennmaradjanak a jövő nemzedékek számára apaj puszta értékei.